Jó reggelt, március 13-án. Ha jól számolom, az van. Kicsit szemerkél az eső. Ez itt a szállásunk, annak is a étkező része, ahova sikerült este 9-re beesni. Szinte sötétben versenyeztünk az idővel, meg az esővel, meg az osztrák domboldallal, amiről már nem készült részemről felvétel. Hát ez a rendetlen ágy, ahol aludtunk, vagy éppen nem. Meg van egy ilyen fürdőszobánk is. Ez a, milyen Anna panzió? Tabi vendégház. Tabi vendégház. Majdnem eltaláltam, úgyhogy itten aludtunk, 3000 pénz plusz ifáért, ami valljuk be, annyira nem egy rossz pénz. Hát igen, megszenvedtük a tegnapi napot egy kicsit, de a mai nap is akciódúsnak ígérkezik. Tartsatok velünk ma is. Az időjárás az még tartogat meglepetéseket nekünk. Na, tehát akkor útra készen. Ebben a fantasztikusan szép időben. Adathalászoknak egy kis tegnapi adat. Azt mondja, hogy 169, mondjuk nekem ebben még van egy pesti 12 kilométer, jelenleg 194 méteren vagyunk, és magasságra pedig 1889 métert mentünk. Na, tehát nagyon ügyesek voltunk, akkor jöhet egy nullázás. Ne szerénykedjünk már. És akkor holnap indulunk is, azaz ma. Alig 400 méter után már is értük a Hársas tó nevezetű tavat. Hát ez inkább olyan víztározónak tűnik nekem. Lássuk meg egy kicsit közelebbről. Valószínű pancsolás azért nem lesz. Didergős esős, 4 fokos körparonáma, mint márciusban. Meg sem merem satszolni, hány fokos a víz. Nem is szeretném kipróbálni. Szép ez az őrség, meg is őriztem szívembe. Csak a kamerám lapult a zsebembe. Ennél is pontosabban? Bennhagytam a kormánytáskába, mert annyira hideg volt, hogy ráfagyott volna a kezemre. De azért a tóról készült még egy kis anyag, kárpotlásról, ezt mutatom most nektek. Szerencsére ezen a napon is hoztuk a formánkat, akartunk tenni egy hurkot, helyette tettünk egy nagy kört, szerencsékre megpillanthattuk ma is a Szent Gotthárd táblát. Azért egyszer sikerült bekapcsolnom a kamerát, úgyhogy ezt most megmutatom nektek. Na, hát mire sikerült előkapnom a kamerát, addigra elmentünk már attól a résztől, ami úgymond szépnek is mondható. Hát nem egyenesen Őrszent Péter felé vettük az irányt, hanem teszünk egy hurkot Szlovénia felé, de nem megyünk át a szlovén határon. Amúgy, ha az ember beöltözik, annyira rossz idő nincs is. És annyira tényleg nem volt hideg, csak 2 nadrág és 3 felső volt rajtam. Végül némi hullámlovaglás után elértük Őri Szentpéterig. Itt a minden oldalról védett buszmegállóban elfogyasztottuk a reggelinket, majd indultunk tovább Zalaegerszeg irányába. Megtaláltuk a Zala folyót és egy olyan kerékpárutat, amely építésénél húztak egy egyenest és mellé raktak egy vízmértéket. Végig szintbe 20 kilométeren keresztül tekertünk, majdnem Zalaegerszegig. Igen, ez egy vonat, Zalaegerszegen vonatra szálltunk Puk irányába. Ez itt Mansi, a mai napon is ő a túratársam, illetve valaki még bekapcsolódott, kisütött a nap. A mai napon is hatalmas északi szél fújt, ezért szálltunk vonatra és haladtunk északi irányba. Pukkon leszálltunk, majd fölpattantunk a Nyeregbe, és végül Sümegre beértünk másodpercek alatt. Üdvözlök mindenkit Sümegen! Tökéletesen rá tudok zoomolni a várra, de mindjárt a fatakarásából eltűnik.
előtűnik, és tessék a Sümegi vár. Meg van egy kis napsütésünk is, így a második nap délutánjára. Vonatos történet talán annyit, hogy... Na, hova megyünk? Jó, az adja, bemegyünk a templomba, és akkor visszajövünk erre. Jó. Na, hát... Tök szabályos voltam. Na, szóval... Tehát a vonatos történet az annyit, hogy... Zalaegerszegen felszálltunk a Celdömölk felé szakadoló vonatra, amiről ukkon szálltunk le. 40 kilométert megspóroltunk magunknak, illetve kaptunk még ilyen fasza északi hátszelet. Ezt kihasználva a Balaton felvidéket vesszük célba. És már 10 fok van a reggeli 4 fokhoz képest, ez szinte tökéletes. Sümeg vára az 1260-as évektől épül, azóta épül fel és le. Végül az 1960-as évektől kezdve felölelte szinte mindenki, és végül a Balaton felvidék legszebb vára lett. A vár már messziről impozáns látványt nyújt, közelről még szebb, de fel mi nem mentünk. Aki teheti, látogassa meg, akár fentről is, és mesélje el, milyen volt. A hegy aljában ostromgépek, sátrak és lovagi torna színhelye, minden, ami egy középkori hangulathoz nélkülözhetetlen. De most folytassuk utunkat, irány Tapolca. Az irány Tapolca. Lassan már csak 2 kilométer. Kicsit szétnyílt a táj, szerencsére. A lemenő nap fényében csodáltuk a Balaton felvidék tanúhegyeit. Furcsa is volt látni, hogy nem olyanok, mint a Balaton déli oldalára. Tapolca előtt egy kisboltnál megkajáltunk, majd indultunk tovább a várost felfedezni. Mivel nem volt sok időnk, ezért a tavas barlangot látogattuk csak meg. Be ugyan ide sem mentünk, pedig maszkban is megpróbálhattuk volna. Az aranyló színekben ragyogó Csobáncvárát is megpillantottuk Tapolca után. Ennél szebbet én se festhettem volna, nem is kommentálom a látottakat. Azért az estében nyúló tekerés ma sem maradt el, Köveskálon senkinek sem kellett a pénzünk, Zánkán pedig minden zárva volt, végül telefonunk segítségével révfülöpön találtunk szállást.